Start már is elindult az idei 2021-es Báró Wesselényi Miklós emlékverseny. A startot követően Marlon és Bátori a két legrutinosabb sprinter klasszis színei tűnnek fel a frontban. Mögöttük Obahara zárkózóban van, Ariadni egy kicsit hátul, Diablo STS pedig próbálkozik. Meglepetéssel nagyon gyors Nebáncs Virág ma sokkal kevésbé tudott elkezdeni, és ezáltal az ő esélyek kicsit talán csökkentek. Marlon maradott a frontban, Bátori most már egy hosszal mögötte van, Obahara egyelőre nagyon jó jobb mellette, és a két éves Diablo STS is szenzációsan tartja magát. Továbbra is Ariadné, valamint Nebáncs Virág van némi hátrányban a többiekkel szemben. Az utolsó 400-hoz érve Marlonnak van egy nagyjából hosszas előnye, még mindig Obahrához képest. Aztán jön Bátori, a Diablo STS egyikük sem igazán tud jönni, viszont Nebáncs Virág egészen szépen elindul a háttérből. Marlon előnye folyamatosan nő a távoszlophoz érve. Marlonnak meg lehet az első idei sikere, 7 pénzes futás követően egyre nagyobb az előnye a többiekkel szemben. Jön Nebáncs Virág, Bátor is megindul a végén, de Marlonra senki sem veszélyes. Marlon az idei Wesselényi győztes, Nebáncs Virág a második, harmadik lesz majd Bátori, Diablo STS, aztán pedig jönnek a többiek, Obahara és a mezőny végén Ariadné.